Sziasztok! Köszönjük, hogy itt vagytok a Tűzhöz közel színpadnál a délutáni komoly zenei idősávba. A Pécsi Művészeti Szakiskolának a Harsona oktatjét fogjátok hallani. Fogadjátok őket szeretettel. És a többiről majd darabokról, hangulatukról, nem tudom, mindenről majd Barkóczi Laci, kedves kollégám fog majd mesélni nektek. Egy elég ritka formáció szerintem ez az oktet, nem is tudom pontosan, hogy milyen irodalmak születtek erre, de azt hiszem, hogy a klasszikus zenétől szerintem a jazzig szerintem lesz most mindenféle. Érezzétek jól magatokat! Köszönjük szépen a figyelmet és a tapsot. Először szeretettel köszöntünk mindenkit a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium és a Harsona Tanszat nevében. Olyan hosszú a nevünk, ki se tudom mondani. Szóval az első számunk az Richard Wagner Tannhäuser operájának a nyitánya volt, és hát mondta a papa, hogy ne untassanak azért titeket, majd bocsánat, tegeződünk, ne untassanak titeket, majd nagyon ilyen száraz dolgokkal, de azért egy-két dolgot el kell mondanom természetesen. Ő ugye egy német zeneszerző volt, és az érdekesség Wagnerrel kapcsolatban, hogy igaziból soha nem tanult nagyon komolyan zenét. Ezt én magam is ma tudtam meg. Theodor Weintől, Liczei Tamás templom karnagyától kezdett el zenét tanulni, egyébként irodalom iránt érdeklődött,
és az operák által vált, operái által vált halhatatlanná a neve. A Tannhäuser egy három felvonásos opera, és az az érdekes benne, hogy a libretto, tehát a szövegkönyvet is maga Wagner írta, mivel hogy fiatalkorában az irodalom felé vonzódott elsősorban, és mert tragédiákat írt fiatal gimnazista korában is. A nyitár részlet, amit játszottunk, természetesen egy átirat, itt jön képbe az, amit a Zoli mondott, hogy a mi formációnkra, vagy ezekre a formációkra nem íródott kifejezetten olyan dolog, ami a ugye a hasonlóvi adat van egy együttese, mert nem használták annyira abban a korokban legalábbis ezeket a hangszereket olyan komolyan, de Wagner természetesen ez alól is kivétel, hiszen műveiben elég hát fontos szerepet kapott a hasona, ugye az operákban. Így gyorsan a hangszercsaládunkról mondanék egy pár szót, ez talán érdekesség lehet. A Wagner operáiban négyfajta hasonát használnak. Ez a, ami a mi kezünkben van, ez egy tenor hasona, ez a hagyományos tenor hasona, illetve a katta a kezébe, hogyha megnézitek, ez egy dupla ventilel ellátott, ez egy basszus harsona. Ez egy BF váltós basszus harsona. A harsonák az alaphang az B hangolású. Az alt harsona az egy kisebb harsona, ilyet nem hoztunk most. Őt is használják Wagner operákban is. Egy magasabb hangfrekvésű S hangolású hangszer, és ilyen sincs most itt. Egy kontrabasszus harsona, ez szokott még szerepelni Wagner műveibe. Ez egy nagyon nagy hangszert kell elképzelni. Ez pedig egy F alaphanggal ellátott hangszer. A következő szám, amit el fogunk játszani, és hát a hölgyek fognak eljátszani, és ez egy nagyon különleges dolog, legalábbis az én életemben, hogy három nagylány is, vagy hölgy is jár már az iskolába, hogy sikerül összehozni egy ilyen triót, és ők azért különlegesek, mert azok mellett egyébként, hogy barátnők és osztálytársak, azok mellett önállóan is kamara képesek, tehát ők önállóan is kamaráznak a kamaraórákon kívül, és ez az első darab, amit játszani fognak, ez pont egy ilyen lesz. Ez a Melchior Funk német, késő reneszánsz és korabban tevékenykedő német zeneszerzőnek egy darabja, inkább egyházzenei motettákat írt, és amit eljátszanak, az egy intráda lesz. Az intráda pedig általában egy ilyen rövid bevezető, általában fúvósokra írodott bevezető, és ezeket ilyen amikor tekintélyesebb emberek vonultak be, ugye akkor használták ezeket a szignálokat, illetve később, amikor már színpadi művekben szerepeltették ugyanebből a célból az intrádát, akkor a jelentősebb szereplők, tehát királyok, stb. A bevonulására használták. A hasonáról még gyorsan annyit akkor elmondanék, hogy a tuló trombitából alakult ki feltételezése szerint a 15. században, és ezt egy úgy kell elképzelni, ezt a trombitát, a tuló trombitát, nagyjából úgy nézhetett ki, mint egyébként mind a harsona, annyi, hogy a, hát a meghosszabbított csövét, ami nálunk a tolóka, azt lehetett változtatni, ilyen dugattyú forma, teleszkópszerűen lehetett húzni. Szóval Melchior Funk intrádája következik. Egy-két érdekességet. Ezt biztos mindenki ismer és mindenki hallotta már, ugye nyilván igyekszünk azért olyanokat válogatni, bár mondom nem annyira ismert ez a formáció, ez ilyen formáció,
amit azért ismernek az emberek. Ez a szórentói emléket, nyilván ezt azért már többetek hallotta, akár ilyen előadásmódban. A szórentói emlék az egy nápolyi dal, rendelően. Ernesto de Curtis szerezte a zenét, és a saját testvérének a szövegére írta 1894-ben ezt a dalt. Ez nagyon népszerű, hasonló, mint az O Sole Mio, amit már bizonyára hallottatok akár a Pavarotti vagy bárkinek az előadásában. Igen, azért is mondtam talán Pavarottit, mert hogy ezeket a dalokat ilyen, hát úgy kezelik nagyjából, mint ahogy mondjuk mi játsszuk a jazzt, hogy ők ilyet is tudnak, de az opera, nagy opera dalok mellett ilyen könnyebb hangvételű dalokat. És hát ez én azért szeretem, azért választottam ezt a dalt, mert hogy a harsonára amúgy is jellemző elég szép íveket tud játszani, a tolóka véget egyébként, mert a dugattyús hangszerekkel előnyét élvezi, a dönkhoz szemben előnyt élvez ebbe a képességébe. És az oktatás folyamán próbálunk a gyerekekkel afelé törekedni, és ez nagyon fontos, hogy a hangszer megszólaltatása az próbálja minél az énekre hasonlítani, minél jobban az éneklésre hasonlítani, hiszen éneken ezt mindenki tud, és ebből kiindulva hasonlítani is tud mindenki. Tehát próbálunk afelé mozogni, és ez a szórentói emlék ebben is segít, úgyhogy hallgassátok szeretettel. Ernesto de Curtis, Torna di Sorrento. Be a meghajlás, szóval meg lehet hajolni számok között. Oké, köszönjük szépen a tapsot. Hát nyilván halljátok azért is, egy ilyen környezetben nem mindig, vagy nem annyira ideális egy ilyen típusú, vagy egy komoly zenei típusú hangszer, ugye folyamatos a hangolás igény. Hát ezt ki is fogjuk azért használni, néha be fogunk hangolni, ígérem. Nem próbálnak. Na most ami a harsonára ugye elég szembetűnő, ugye ez a tolóka maga. Hát ebben hasonlít például nagyon egy hegedűre vagy vonós hangszerekre, ugye
köztudott, vagy legalábbis többségének köztudott, hogy a vonós hangszert nagyon nehéz megtanulni gyerekkorban, és feleségem megedült tanulni, hogy azért tudom. De még nincs, nem minden haja szála ősz, szóval egyébként azért vannak ügyes gyerekek, de tényleg nagyon nehéz a hegedűn. Tehát magyarán ugye azért van, mert hogy nincsenek fix helyek a hangoknak, a tolókán sincsenek meg a fix helyek. Tehát nehogy azt higgyétek, hogy be van rajta jelölve valami vonal, mert nincsen, nem akad meg, ezt meg kell bizony tanulni, hogy hova kell nyúlni. És hát így megvan az esélye sajnos, hogy hamiskás lesz egy picit az ember hiába hangolt. De viszont az esélye is megvan rá, hogy tiszta lesz akkor is, ha nincsen jó behangolva. Hiszen egy jó füllel az ember oda tud figyelni, akkor tud tisztán játszani. A hangszerének ez az egyik egyedisége. A következő száma, és azok próbálok annyit beszélni, amit pakolnak a fiúk, már elég lassúak, az Stephen Fairhurst Devil's Waltz című nótája, és hát meg kell mondanom nektek nagyon őszintén, hogy nagyon szívügyünk ez a szerző, nagyon szeretjük, egy belga származású basszus hasonlás egyébként, és mellette zeneszerzőként tevékenykedik, így már 12-13 éve is. Egyébként Hollandiában és Belgiumban tanult, vagy tanult, nem is tudom, tanulna még, de tanult mindenképpen hasonlázni. És a Devil's Waltzról azt kell tudni, hogy ez igazság szerint egy basszus harsonára, két basszus harsonára írt dugó, tehát ez basszus harsonásra szokták játszani. Ugye az a hangszer, ami a Mátyásnak a kezében van, a dupla mentes, mint az előbb említettem. És hát azért nehéz a dolog, mert hogy nagyon virtuóz egyébként. És elég bonyolult a ritmikája is, mert hogy szét vannak bontva a ritmusok. Úgyhogy hát majd meglátjuk a fiúknak, hogy sikerül előadni ezt a művet, de bízunk benne, a legjobbat természetesen kihozzák belőle. És mielőtt belefújnának, én annyit szeretnék, hogy a Matyi gyere már egy picit ide, légy szíves, ide mellém előre. Egy kicsit, csak nagyon gyorsan tényleg megpróbáljuk ezt a hangszert, vagy a két hangszer közt a különbséget bemutatni. Hát a képzését, a hangszernek a képzésében ugye tisztán láthatom, mint mondtam, a két különbség, ugye kvárt és kvintventil van rajta. A kvártnek, a kvintventilnek és utána a hasonlévő, a Tamás kezelő kvártventiles hasonlók, ugye, mint az előbb mondtam, ugye tolókat, tehát ezzel változtatjuk a hangmagasságot, ugye felhangok vannak, tehát egy fekvésben több hangot is meg lehet fújni, ezt is be fogjuk majd természetesen mutatni. De az a lényege, hogy jöttek azok a korok, amikor mélyebben kellett már hasonlázni, és nem volt hova lejjebb menni. Mert hogy a felhang után, illetve a hétfekvés után, ahol nyúlt ki az ember, nem lehetett mélyebbre menni. Muszáj volt valamit kitalálni. Hát ezt találták ki. Először egy kvártventilt használták, aztán kvárt és kvintventilt használták, hogy olyan hangfekvést is elérnek, ami a modern zeneszerzők igényeihez megfelel. Például mondhatnám itt akár Bartókot, amikor olyan hangot kell fújni a basszus hasonlán, azt hiszem nagy hát, mert is olyan biztos, pedig a régóta tanítok, amit a kontrahát, bocsánat, kontrahát. Jó, hát ő basszus hasonlán. Hogy bizony meg kellett rá egy fogás, hogy valahogy meg tudjon szólalni, mert Bartóknak volt rá igénye, és hát természetesen azóta egyre inkább olyan nótákat írnak. Úgyhogy annyit kérek Matyitól, bocsánat, hogy ja igen, fúvókáról gyorsan egy szót, minden nagyobb. A fúvóka is nagyobb, mint a tenor hasonlának, ugye mélyebb, nagyobb a kelyhe, és nagyobb hangokat lehet vele fújni. Úgyhogy most az lenne a kérdésem, hogy a Tamás is és a Matyi is fújjon egy nagy B-t, értek szívesek. Ez hogy Tamás fúj egy nagy B hangot. Matyi megfúj ugyanezt a B hangot. És ugyanazon a dinamikán észlelhető, hogy egy picivel öblösebb, picivel nagyobb a hangja. Most az lenne a kérdésem, mind a ketten tudnak kontrabét fújni, most fújjatok egy kontrabét, egyszer. Már azért sokkal érezhetőbb a különbség, akár ugyanazon a dinamikán is. És természetesen vannak ennél sokkal mélyebb hangok is, de most akkor azt nem erőtetjük itt az idő rövidsége miatt. Igen, azt most gyorsan elmondom még azért, de az előbb nagyjából elmondtam, hogy a modern hasonlókra ugye azért rászerelték ezt, mert hogy ugye olyan területen kell használni a hangszert, amin előtte nem kellett. És ugye ez abból adódott, mert a fúvózenek az unca-uncába pum-pum-pum-pum-pum, pa-pa-pa-pa-pa, ezt kellett fújni, azt meg mindenki el tudta, hogy a hasonlázni. De hát a modern darabokban nyilván ennél sokkal komolyabb kell. Ezt fogjátok most hallani. Stephen Fairhurst, Devil's Waltz, bocsánat. Thank you.
Jobban kajáljátok, mint a komoly zenét. De lesz még komoly zene. A következő már pedig Edward Elgar szerzeménye lesz, aki késő romantikus beat zeneszerző. Lassabban mondom a mondatot, hogy legyen idő kipakolni. És ezt a szívemnek új kedves leány trió fogja eljátszani. A Salut de Mor című nóta, ami egyébként egy hegedű, szóló hegedűre írt darab zongora kísérettel, és hát mivel se hegedűt, se zongorát nem láttok itt, tehát nyilván ez is egy átirat. Egy picit gyertek idén, lányok, mert kiszorultok a perifériára. Oké. Okay. Igen, most gyorsan elmondtam mindent, úgyhogy pakoljatok. Nincs több idő. Nagyon szép lírai szerelmes dal. Nem tudok többet mondani. De még mondja. Hallott nem még. Jó, ne. Oké. Na, tessék. Thank you.
Köszönjük szépen. Gyors pakolás után Haydn. Haydn fog következni, aki cinkit nem hagyhattunk ki a műsorból. Ugyanis van egy nagyon jellegzetes, mert sok mindent írt azért Haydn, természetesen nem kell csinálni, gondolom bemutatni senkinek. Ő a bécsi klasszicizmusnak volt az első igazi nagymestere, osztrák zeneszerző és karmester volt egyéb irányt. Mint mondtam, nagyon sok műve ismert, és az egyik ilyen műve a Teremtés című oratórium, ami hát nekem személyes nagy kedvencem az egyik nyilván. Ez egy igen hosszú oratórium, azt kell mondanom nektek, és nagyon sokat kell benne ülni, meg számolni. És hát van egy olyan tétel, amikor viszont a basszushasának egy szóló tétele, a 26-os tétel, aminek szintén egy átiratát fogjátok találni, most egy hasnak kvártetre van ez meghangszerelve. Ez egy kórus kísérő tétel, de végig a basszushason szózik. Hát itt most négy szólamban van elosztva ez a dallam, ez a szóló. Hát írtam itt még sok mindent, de nagyon néztem az időt, nagyon sok időt nincsen. Aki esetleg tudja a hangszerünket, hogy kell megszólaltatni, ezt egy ajakrezgéssel szoktuk a fúvókán belül megszólaltatni, ami nagyjából így szól, mind a legyek. Van erre külön gyakorlat, de azt most megmutatom, hogy fél órán keresztül más nem hallgató, csak ilyen ajakrezgést, azt most senki nem akarja. Úgyhogy hadd szóljon, hány teremtés. Picit ugrunk a műsorban, mert nem fogunk a végre érni, úgyhogy a következő számunk, ez egy nagyon érdekes nóta lesz, Alan Silvestri szerezte a zenéjét az eredetinek, természetesen, aki egyébként egy olasz származású amerikai zeneszerző, főleg filmekhez írt zenét, a Forrest Gump több mintestől visszajövőbe és a Marvel filmek. Hát az egyik ilyen Marvel filmnek a zenéjét fő kell játszani, legalábbis az egyik betétdalat, ami ismert. Ez az Avengers, a bosszúállóknak a zenéje lesz.
És azt kell még róla tudni. Mi a van? Nem tudom, de tüketlenkedés. Na, azt kell róla még tudni, hogy a Szent Tomi barátom és hát növendékem, vagy hát már nem növendékem, mert fővették szerencsétlen Bázelbe, és ott fog tovább tanulni. Tehát a Tamás csinálta ennek a készítette ennek az átiratát, és hát itt is akkor elég nyilvánvaló válik, hogy mivel az irodalom nem teremt nekünk zenéket, hát teremtünk mi magunknak. Hát egy ilyen átiratot fogunk hallani Szent Tamás átiratában. Nagyon kell igyekezni. Gyorsan eljátszunk három jazzy dalt. Ezt Thomas Jan tollából. Nem fog közte beszélni semmit, csak cserégetjük a kottákat meg az embereket, jó? Hát így több idő sajnos, így el kell játszanunk. Thomas Jan jazzy domok.
Szépen, és gyorsan, amíg pakolnak a srácok, akkor el is köszönnék a nevükbe, köszönjük szépen a figyelmet, átkádunk sajnos, és nem sajnos, mert jövő hózzenekar lesz utána, csak nekünk sajnos már lett volna még mit játszani, ugye egy órát, de nem, nem. Egy búcsú számot azért gyorsan meg eljátszunk, ez pedig Lotzinger és Paco de Rivière-nek a Trombomba című a szerzeménye. Az azért Trombomba egyébként egy rumba szám, és ilyen szóvicet csináltak belőle rettentő bugyuta, mert ugye a trombón ugye az a hasna, a rumba meg ugye a rumba, és a trombomba, ezek a trombomba. Hát ez nagyon találó és nagyon vicces, de egyébként a szám sokkal jobb, mint a címe. Úgyhogy ezt fogadjátok szeretettel, utolsó számként. Gyorsan bemutatom, miközben pakolnak a gyerekeket. Ő itt mellettem, ez a nagyon magas fiatal, aki térdből levegve is magas lenne, ő Szente Tamás. Mellette gyönyörű hölgy következik, Illés Petra Liza. Mellette egy elsős fiatalember, Rákosfalvi Milán István. Mindenkinek két neve van. Mellette áll két helyén Anna. Neki nincs két neve. Két neve. Mellette áll Varga Jarbik Adrián, akinek két vezeték neve van cserébe. Hosgai Kata, basszus harsonás. És a Zsebeházi Mátya szintén basszus harsonázik. És aki a rémtettet elkövette, az Barkóczi László volt. Sziasztok! Thank you.
Yeah.